Szülői kezdeményezésre palacsintavására várták a júliusi termelői piacra látogatókat az óvodás gyermekek anyukái, akik az OVI egyik mosdóhelységének felújítására szerveztek adománygyűjtő akciót. Tirk Tamás polgármester örömmel fogadta a rendkívüli eseményt, hiszen ez is színesíti a termelői piac programját. A helyi és környékbeli termelők idén gyümölcsökkel, mézekkel, lekvárokkal, füstöltáruval és krumplilángossal is várták a vendégeket. Az óvodás gyermekek palacsintatánccal ösztönözték az adománygyűjtő akció sikerességét, majd a kicsik nagy örömére a Helikopter együttes húzta a talpalávalót. 2018 júniusától tartjuk Hernálkak termelői piacát, tehát már 2 éve töretlenül, havi 1 alkalommal, általában 10-e és 20-a közötti pénteken délután 4 órától este 8 óráig. Hernádkakon a béketéren található ez a piac. Ez egy szélesebb füves utca, amely erre az alkalomra lezárásra kerül idéglenesen, és ezen a téren alakítottuk ki a, hát azt mondom, most már egy olyan 14-16-18 árussal történő vásárt. Leginkább helyi és környékben termelőkről van szó, ugye nem csak Hernádkak településen, hanem Gesztelyből, Németiből, Ongáról, és azt gondolom, hogy most már egyre több olyan település van, ahonnan jelentkeznek. Próbálunk igazából egy olyan célra koncentrálni, hogy minden termékből csak egy legyen. Tehát nem vagyunk még olyan nagy piac, hogy több terméket el tudjon viselni, de igyekszünk szélesíteni mindig a termékeknek a körét. Hónapról hónapra mindig próbálunk valami újdonságot belecsempészni a piac körébe, így jelen alkalommal a helyi óvodánk megsegítésére törekszünk. A fürdőszobájukat szeretnék felújítani, és nincs elég forrása sem az önkormányzatnak, sem az óvodának, és a szülők ötletéből adódóan egy adománygyűjtő dobozt helyeztünk ki, aki az adománygyűjtő dobozban az óvoda megsegítésére valamilyen összeget helyez el, egy meglepetés palacsintával kedveskednek neki az óvodás szülők. Egyébként minden hónapban valamilyen kulturális elemmel is próbáljuk bővíteni a piacot. Elsődleges célcsoportunk a gyermekek, mindig valamilyen gyermekeknek szóló programot, általában zenés műsort próbálunk produkálni. Előfordult már, hogy borkóstolót szerveztünk, volt olyan, hogy stand-up comedy show-val próbáltuk csalogatni az embereket. Nyilván a cél az, hogy minél nagyobb tömeget és réteget próbáljunk ösztönözni arra, hogy kilátogasson Hernádkak termelői piacára. Tirk Tamás polgármester úr havonta rendezi meg ezt a piacot, és minden hónapban igyekszünk valamivel kedveskedni a szülőknek, gyerekeknek. Volt már csillámtetoválás, arcfestés, közös kézműveskedés. A mai palacsinta sütést a szülők találták ki, szülői értekezleten javasolták, hogy a második óvodai mosdó felújításához egy kis adománnyal szeretnének hozzájárulni, palacsintát fognak sütni a mai napon, és a befolyt bevételből ők fogják ezt a mosdót felújítani, azért vannak itt, és mindenféle ízű palacsintával készültek a mai napra, az óvodások pedig egy kis palacsintás tánccal kedveskedtek, és vonzották ide a szülőket, gyerekeket, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sokan eljöttek a mai napra, és remélem, hogy sok-sok palacsintát fogunk tudni eladni. A palacsintát régi hagyományos családi recept alapján készítjük. Mai napra nagyon sokféle ízzel készültünk a gyerekeknek: almásfahéjas, magyarókrémes, kakaós, túrós, eperlekváros, baracklekváros, tehát minden, amilyen csak létezik. Szeretnénk, ha a gyerekeink egy nagyon szép, csodálatos új mosdót kapnának. Csempézésre, járólapozásra, hát egy 3-400 ezer forint körüli összeg, ami úgy gondolnánk elég lenne.